visszajöttünk hozzátok, nem tudtok tőlünk megszabadulni. Gratulálok nektek, nagyon profil levezettétek a műsort. Hát köszönjük szépen, de hát a közönség és a versenyzők nélkül mit sem ért volna, úgyhogy igaz, hogy nagyon fáradtak vagyunk, de megújult erővel jövő héten is várunk mindenkit. Többen kérdezték a nézőink közül, hogy a jövő héten is ingyenesen lehet-e látogatni. Én nem tudtam, ezért azt mondtam, hogy nem, úgyhogy úgy, most akkor helyesbítsünk még egyszer, hogy a jövő héten is vártok mindenkit, jól tudom. Így van, várunk mindenkit, hiszen az is még elődöntő, csak annyi, hogy a zenekarok jönnek hozzánk, úgyhogy a belépés oda is ingyenes mindenkinek. Az is vasárnap lesz, és délután 1 órától várjátok a közönséget, illetve 1:30-kor lesz a kapunyitás? Nem, 1 órakor el kell, hogy kezdjük, hiszen a zenekaroknak egy kicsit több idő kell a beszereléshez, úgyhogy 12:30-tól várjuk a nézőket majd. Tehát 12:30-re próbáljon meg mindenki ideérni, hiszen azért tévéfelvétel van, na meg a helyeket is el kell foglalni. Így van, de bármikor be lehet kapcsolódni a nap folyamán. Én tényleg még egyszer gratulálok nektek a szervezéshez, hiszen minden gördülékenyen ment. Én az az egyetlen egy kis számcsere volt talán, az egyetlen aprócska baki, de azon kívül minden flottul ment, akár a nagy tévék is megirigyelték volna ezt. Hozzátszegezem ezt. Nem adom oda. Mindenki el akarja lopni a mikrofonomat. Szóval mondjuk el, hogy én elmondtam akkor is, meg is szóltak érte a nézők, hogy ki az, aki belebeszél, de azt nem te rontottad el, hanem az énekes hölgy vitte oda a technikusnak azt a számot, hogy ő mégis ezt énekelné. Igen, tehát igazából ő készült egy karamell dallal, és hát mikor ideért hozzánk, akkor úgy döntött, hogy azzal a dallal nem tudott teljes mértékben felkészülni, úgyhogy egy dalcsere történt, ami már nem került be a mi konfer papírunkba, de így is tökéletes produkció volt. Úgyhogy... Ahogy a ti konferálásotok is, éppen az előbb mondtam a Mártinak, hogy nagyon-nagyon profin letoltátok, én szerintem akármelyik országos televízióba elmehetnétek műsorvezetőnek, hiszen Balázsék is többet szoktak bakizni, mint ti, én meg még többet, szóval senki nem sugott a fületekbe. Akkor lehet, hogy üzenjük meg Balázséknak, hogy vegyék ki a füldugót, aztán tolják önállóan? Uha, ez kényes kérdés. Hát lehet, hogy mi is eljutunk már oda arra pontra, amikor annyira elfáradunk, hogy jó lenne egy füldugó, ugye Márti, hogyha már így... Nekem most már hamarosan az kell, meg egy ilyen szem... bekötő, és akkor így megyek aludni most már, úgy érzem. Igen. És elengedjük a versenyzőinket is, mert reggel óta talpon vannak, úgyhogy jó éjszakát kívánunk mindenkinek, és várunk mindenkit jövő vasárnap 1 órakor. Egy utolsó kérdés, amit nem tudom, hogy föltegyek-e, de fölteszem igazából, mert volt nektek egy olyan nemes felajánlásotok, hogy aki nem tudja megoldani az utazást, annak segítetek, támogatjátok őket, és én hallottam az előbb, hogy miben segítettetek még, szükség volt rá. Igen, hát nagyon sok versenyzőnk messziről érkezett. Szandra és Brigi, ők nagyon messziről érkeztek, úgyhogy eléggé hosszadalmas lenne most hazavenni ugye innen lányok. Úgyhogy szeretnénk őket elszállásolni itt a városban, és majd csak holnap fognak hazaindulni, pihenjék ki magukat. És köszönjük, hogy eljöttek hozzánk. Viszont a vendéglátósoknak üzenjük, hogy felfedeztünk egy kis rést a pajzson, mert megint az a probléma, hogy este 10 óra van, és nem lehet hol vacsorázni a városba. Úgyhogy ha erre tudtok nézőink megoldást, akkor írjátok meg nekünk, hogy a jövő héten ne legyen ilyen probléma. Vagy a vendéglátósoknak, hogyha eszükbe jut, hogy hát buli van a városba, tovább kellene nyitva tartani, esetleg rácsatlakozni a rendezvényre ilyen téren is, hogy tudják a rendezők, hogy hova lehet menni. Lehet, hogy anyagilag nem éri meg, de elkölcsileg mindenképpen. Köszönjük nektek, hogy itt voltatok, köszönjük, hogy velünk voltatok, köszönjük Mártiéknak, a Mésának, hogy megrendezték a hanghullámot itt Ajkán. Ezzel is öregvittik Ajka hírnevét, lájkoljátok weboldalunkat, lájkoljátok a hanghullám oldalát. És ha már hanghullám oldala, nekem van egy olyan információm, hogy ott megnézhetőek lesznek a produkciók. Nem abban a minőségben, amit az élő közvetítésen láthattatok, hanem sokkal jobban, hiszen a TV Ajka munkatársai az egész válogatót fölvették, és ott darabokra lesznek szedve a dalok. Igaz ez? Ki válaszol rá? Márti, én pedig megkísérem a hölgyeket a szállásra.
Igaz, így van, úgyhogy azt az ígéretet kaptuk, hogy egy héten belül folyamatosan feltöltésre kerülnek a produkciók, mindenkinek a dala, amit énekelt, és mellé a zsűri értékelése, úgyhogy mindenki fel fog kerülni a Hanghullám oldalára, illetve a YouTube csatornára. Köszönjük nektek, és akkor találkozunk a jövő héten. Briginek meg azt üzenték, hogy szép vagy, Brigi Purszi. Sziasztok, jó utat, jó pihenést, kedves nézőinknek is jó éjszakát, és jövünk a jövő héten, sziasztok!